A Robocup Szövetség az ifjúsági korosztály számára 2000-ben indította el a felnőttekéhez hasonló junior ligákat, hiszen fontos az utánpótlás. De ez az első olyan év, amikor az európai Robocupra magyar ifjúsági csapat is nevezhet. 6-9 évesek vehetnek részt a Robot Színház ligában, amelyet a horvátok kezdeményeztek. Látszik, hogy foglalkoznak a Lego robotokkal, meg a fantáziájuk az milyen. Ez a liga megengedi azt, hogy elengedjék a fantáziájukat, ugye kreativitást igényel, akkor a robotoknak is szerepelni kell, hiszen a 2 perces előadásban elsősorban a robotok szerepeljenek, és ki kell találni egy jelenetet, vagy lehet táncolni, úgyhogy most izgalommal várom, hogy most ezek a úgynevezett első first step ligában milyen jelenetek lesznek, milyen kreativitás, milyen fantáziát tudnak megvalósítani ezek a kicsi gyerekek. A Magyar Robotkupa alapítvány elnöke hozzátette, junior ligában élen járnak a magyarok, hiszen az utóbbi években mindig dobogón végzett a csapat. A rendezvényen a legfiatalabb korosztály egyszerű Lego robotokkal mutatkozott be, de a résztvevők közelről megnézhették azt is, hogyan működik egy felszolgáló robot. Hiszen a robotizáció már nem a távoli jövő, szinte a hétköznapi életünk része. Talán messzire vezető filozófiai kérdés, hogy egyáltalán mit nevezünk robotnak, hiszen a robot általában valamilyen emberi tevékenységet utánozó vagy segítő szerkezet, hogyha nagyon általánosan fogalmazzuk meg, de amikor robotról beszélünk, akkor nem feltétlenül csak a fizikai hardware-rel rendelkező eszközökre kell gondolni, hanem akár olyan robotok is léteznek, amelyek az internet világában, a számítógépek processzoraiban működnek és csinálnak nagyon sokféle érdekes, hasznos vagy kevésbé hasznos feladatot. Szóval ilyen értelemben az életünk részét képezik a robotok, sokszor észre sem vesszük, hogy valójában ilyen eszközt használunk. A Robocup nyíregyházi fordulóján 10 intézmény, 15 csapat, 42 versenyző és 10 mentor vett részt.